Hány évesen érdemes házasodni? Hát az egyik leggyakoribb hozzáállás az, hogyha megvan a szakmám, megvan a lakás, megvan a ház, megvan az egzisztencia, stb. Meg hozzáteszik, hát hiszen múlik az idő, most már itt az ideje, most már majdnem 35, 38, 40 éves vagyok, húha, elkezdtem beszarni attól, hogy magányosan fogok meghalni, tehát akkor itt az idő. Tehát az egyik hozzáállás a racionális hozzáállás, amikor a racionális javakat felmutatva azt mondom, hogy itt az idő a házasságra, és akkor jöhet a gyerek. A másik, meg egy nagyon egyszerű, hogy amikor érzem és tudom. Tehát akkor. De ez mikor következik be? Hát mindenkinél máskor. Mert van, aki már 24-5 évesen ezt érzi, hogy ez neki egy fontos dolog, van, aki 28, van, aki 34, de ne azért kössenek házasságot, mert mondjuk jön a gyerek. Az nem lesz az jó vége. A gyerek miatt megházasodni. Ha előtte azt érzem, hogy ő az igazi, és nekem jó érzés a másikkal lenni, és jó érzés, úgyhogy kölcsönösen képesek vagyunk megújulni a kapcsolatban, akkor lehet egy ilyen akár polgári törvény, vagy az Isten törvénye előtt házasságot kötni. Hát mindenki tegye azt, amiben hisz, meg amiben érez. Én négyszer kötöttem házasságot, és nagyon sokan azt mondják, hogy éppen ezért én hiteltelen vagyok az ilyen párkapcsolati tanácsokban, de nagyon érdekes, hogy az okos szüleim, okosak, orvosak voltak, mivel nem tanítottak meg a különböző érzelmi törvényszerűségek felismerésére és azok megfelelő konfliktus kezelésére, éppen ezért öntudatlan mentem be a házasságokba, teljesen vakon, miközben nem tudtam rengeteg minden dolgot. És óhatatlan bekövetkezett a kölcsönös tisztelet elveszítődése. Nem csak, hogy engemet nem tiszteltek, hanem én sem tiszteltem a másikat, és sorolhatom. És amikor már odáig fajult a dolog, hogy ezt nem lehetett utána közösen menedzselni, akkor létrejött a válás. De mi a fontos ebből? Az, hogy felismerve ezeket a törvényszerűségeket, én elkezdtem másként élni és gondolkodni, és legfőképpen nem befejezni azt, hogy én a mai napig hiszek abban, hogy a házasság, vagy az az ember, akivel most házasságban élek, az azért találkoztunk, hogy jobban, rosszban együtt legyünk. És amíg a másik így gondolja, meg én így gondolom, együtt leszünk. Aki nem akarja elfogadni ezeket a tapasztalásokat, ezzel sincsen gondom. Szurkolok neki, hogy ő elsőre találja meg azt, aki a számára az igazi. Persze legyen, és kívánom mindkettőjüknek, hogy legyenek érzelmi szempontból is felnőttek. De tudják is, hogy ez mit jelent. Ez az én utam. De én nem bánok semmit se, amit én átéltem. Aki meghal, meghal, aki nem hal, meg nem hal, meg ezzel sincsen bajom. Hát ez a videó sem arról fog szólni, hogy kötelező megnézni. Hát, hogyha látjátok, hogy nem érdekel, kapcsoljátok ki.